Sok riasztást kaptak a tűzoltók Hajdú-Bihar vármegyében a viharos időjárás miatt. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék és az erős szél jelentős károkat okozott, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Azt írták, Debrecenben és Püspökladányban fák és oszlopok dőltek ki, faágak szakadtak le, háztetők rongálódtak meg. Tegnap én munka után elmentem a helyi üzletbe vásárolni, és akkor kapott el a vihar, amikor pedig jöttem volna ki, akkor innen nem messze a tetőről. Igazából egy nagy medencényi víz úgy tűnt zuhant lefele, ami olyan szinten még a szél is megfújt, hogy egyszerűen légszomjat kaptam, és úgy engedtek vissza az üzletbe, hogy be tudjak menni. Aztán egy pár percet vártam, és utána ki tudtunk jönni. Itt végig foly az úton, illetve itt a közterületen is állt a víz. Több fára, vagy több fa rásett az autóra, kicsavart. Én elmentem a vihar után sétálni, egyet hatalmas károkat okozott. A tűzoltók egész kora este, 9 óráig, a láncfűrészek, a szirének, szóval egész éjszaka ez ment, és ma ugyanígy folytatták ezt az egészet itt a főtéren. Az utcákon hömpölygött az esővíz, pincékbe, garázsokba, néhol udvarokba és lakásokba is betört, mert az árkok és a szennyvíz csatornák nem tudták elnyelni a vizet. Hatalmas ilyen gömbszerűség jött. Nagyon beborult felettünk, és én is megijedtem, mert az Őrpa utcában vagyok, mint alvélő, vagy alvélő. És mikor ott voltam, nálunk nagyot pukkant, egy hatalmas nagy pukkanás volt, egy nem is tudom, hogy gömbvillám, vagy valami ilyen villámcsapás volt. De itt a lakótömbbe fákat döntött. Akkor a Őrpa utcán, akkor a Kis Ferenc utcán, itt a Kirzsa mellett, akkor mellett a minek mondják már ezt hirtelen, Podrász szalon előtt, minden előtt az ekkora fákat gyökerestő vittek kifele. Nagyon rossz idő volt, és mindenki félt. Debrecenben az autóbuszok és a villamosok egy ideig nem tudtak közlekedni az úttestet elborító víz miatt. A károk felszámolásán Debrecen és más települések tűzoltói is dolgoznak. A Déri Múzeumban, amelynek pincéjébe az utcáról tört be a víz, a karcagi hivatásos tűzoltók szivattyúztak, mentve az értékeket. A vérellátó állomás helyiségeiben fél méter magasan állt a víz, majd elszivárgott, mire a tűzoltók kiérkeztek. A vármegye országútjain kidőlt fák és leszaggatott gajak jelezték a vihar útját. Sáránd és Derecske között a 47-es főútra dőlt ki egy nagy fa, és faágak nehezítették a közlekedést Hajdú-Szoboszló külterületén, a régi 4-es főúton, valamint a Hajdú-Szobát és Debrecen közötti úton, ismertette közleményében a katasztrófavédelem.